Ritka kincsre bukkantak egy idős asszony konyhájában Párizs közelében. A falon lógó festményről kiderült, hogy egy firenzei művész rég elveszettnek hitt remek műve. A Krisztus kigúnyolása egy 13. század végi festménysorozat része. A műalkotás most eladó. Ez egy nagy felfedezés. A művészet története egy hatalmas puzzle, és most megtaláltunk egy hiányzó darabot ezzel a festménnyel. A nyugati világ festészetének kezdeteiről beszélünk. 1270 és 1280 között készülhetett a kép. Eddig egyetlen Cimabue festményt sem bocsátottak árverésre, mondta egy szakértő. A sorozat két másik darabja a New York-i Frick gyűjteményben és a londoni Nemzeti Galériában látható. A festmény becsült értéke 4 és 6 millió euró közé tehető.